Sziasztok! A mai videóban a Samsung Galaxy A71 telefonról lesz szó. Nézzük is meg a dobozát. Szerintem a doboznak egy eléggé letisztult dizájnja van. Bontjuk is ki a dobozt, és nézzük is meg, hogy mi van benne. Amint kinyitottuk ezt a dobozt, azonnal láthatjuk ezt a hatalmas telefont. Ezt most arrébb tesszük. És nézzük meg, hogy mi van a dobozban ezen kívül. Találunk benne egy USB-C végű kábelt, ami a telefon töltésére lesz alkalmas, illetve ahhoz, hogy más eszközökhöz csatlakoztathassuk. Egy Samsungos fejhallgatót, és egy 25 wattos gyors töltésre elegendő töltőtéglát, aminek USB-C van a végén. És itt a doboz tetejében még van egy Samsung feliratú kis dobozkánk is. Amit itt így ki tudunk szedni. Itt van a másik oldalon a SIM tuska, aminek majd nagyon nagy hasznát fogjuk venni a későbbiekben. És hogyha kinyitjuk, ebben vannak benne a telefonnak a papírjai, mindenféle leírások, használati útmutatók, garancia papírok, minden. Na de most foglalkozzunk is egy kicsit a telefonnal. A kijelzőjéről annyit kell tudni, hogy ez egy 17 cm-es, azaz 6,7-szoros átmérőjű Super AMOLED Plus kijelzőjű, ami egy 29 képarányú Full HD panellel rendelkezik, azaz 2400x1080 pixeles. Itt láthatjuk rajta a selfie kamerát, ami egy 32 megapixeles képkészítésére alkalmas, illetve Full HD-ban vagy 4K-ban 30 fps-es videót tudunk vele felvenni. Az oldalon megtalálhatjuk a hangerőszabályzó és a képernyőzár gombot. Az alján van a combo jack csatlakozó, az USB-C töltőport, a beépített mikrofon és hangszóró. Mikrofonból még van még egy ezen az oldalán, így sztereóba tud felvenni hangot a telefon. És így néz ki a hátulja, ahol mindenkinek szembe tűnik azonnal a quad kamera. Selfie és a hátsó kamera is HDR támogatású. A hátulján van egy LED-es vakú, illetve panoráma képkészítési lehetőség. Szerintem a telefon összes kamerája nagyon jó minőségű képet tud felvenni, amit a következő montázsban is láthattok. Van rajta egy ujjlenyomatmérő, egy gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségmérő és egy iránytű funkció is. Az akkumulátor a 4500 mAh, ami nem kiváltó a telefonból, ezért hogyha tönkre megy, akkor költséges lehet ennek a javítása. Ezen kívül még azt kell a telefonról tudni, hogy egy Android 10-es operációs rendszer van rajta, ezen a modellen 6 GB RAM-mal, de lehet kapni 8 GB-osan is. A processzor benne az egy Qualcomm SDM 730 Snapdragon, ami egy octa-core, azaz 8 magos processzor. Belső tárhelye a 128 GB-os, de akár 1 TB-t is lehet bővíteni SD kártya segítségével. Amiért nem lesz letethető ennek a telefonnak a hátulja, ezért ezt a SIM tüskés rendszert használja, ami már néhány éve van terjedve a csúcs mobilok körében. Az lényege, hogy benyomjuk ezt a tüskét, és akkor itt ki tudjuk húzni ezt a kis tálcát belőle, és akkor így szeretném, hogy itt van a 2 darab nanoSIM kártyának a helye, illetve az SD kártyának. És miután beletettük a megfelelő kártyákat, csak simán visszacsúsztatjuk a telefonba. Na de kapcsoljuk is be a telefont, és nézzük meg, hogy mit tud. És akkor itt most végig kell vinnünk a kezdőbeállításokon a telefon, mindegyik ilyen eszköznél.
Ezeknél a beállításoknál be kell állítanunk a nyelvet, az internethálózatot, be kell lépnünk a Google fiókokba, és hasonló beállításokat elvégezni. És itt most kérje az jelentkezőnkbe a Samsung fiókba, én azt mondom, hogy akinek még nincsen ilyenje, az csak simán folytas a Google-lel. Úgyis bejelentkezett már alapból ebbe a fiókba, és landoltunk is a telefonunk rendszerében. És innentől kezdve már csak a mi dolgunk, hogy mit hogy szabunk személyre a telefonunkon. Alapból szerintem elég széles körben kapunk alkalmazásokat a telefonra. Rengeteg Microsoftos és Google-os alkalmazás is alapból le van töltve a telefonra, illetve még egyéb alkalmazások is. Köszönjük, hogy megnéztétek, hogyha hasonló tartalmakat szeretnétek látni, iratkozzatok fel. Ha tetszett, lájkoljátok. Köszi, és szép napot!